gasolina sull'istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo. Legyes szürke, úgy hívják ezt a szürke szint is pöttyökkel teli, innen Szilvásváratról, a Ménes gazdaságból és Szarvaskőről jelentkezik ma a podgyász. Jó kis adás lesz állatokkal, túrázással, mindennel, ahogy szoktuk, úgyhogy tartsanak ma is velünk. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Ugrabugráló néhány napos kis csikók, dínyertes, lipicai lovaknó meg Frida, szálkás szőrű tacskó. Közöttük kezdjük a napot a podgyásszal, Szilvásváradon vagyunk, a Ménes udvarban, ahol ezek a különleges lovak különleges elbánásban részesülnek a nap 24 órájában. Mondhatjuk egyszerre a hotelnak, sőt szülőszobának és kórháznak is, és itt születnek a csikóink, az éves csikó szaporulat itt jön világra. Az idegenforgalomban használatos lovak is itt állomásoznak, illetve azok a fogadt lovaink, amelyek kiképzés alatt állnak. A lipicai az egy úgynevezett zárt törzskönyvi fajta, a világ egyik legrégebbi kultúrlófajtája. Az itt látható egyedeket is a 8 törzsre vissza lehet vezetni, egészen 1580-ig. Ormai avevo pensato, ho voglia solo io di te. 3 éves koruktól kezdik meg a lipicai lovak edzését, ennek a fajtának a díjlovaglás és a fogadhajtás fekszik a legjobban. Ma már világszerte ismerik a nevüket. Minden földrészen megtalálható, szinte a világ összes országában, összes lótenyésztő országában található a kisebb-nagyobb ménesei, Dél-Afrikától egészen az Egyesült Államokon át Ausztráliáig. A szilvásváradi ménes gazdaságtól is vásároltak a legmesszebb Chilébe. Lovas fogatot nyergelnek a Ménes gazdaság dolgozói, a határba megyünk megnézni a legelőre eresztett ménest, de előtte Dávid egy különleges hajtókocsi kiállítást mutat. A két lóerős fogat közben előállt Frida is felül gazdája lábához, indulhatunk. United in our fight to make things better. Sziasztok! Hát ennyi lovat egy rakáson, és ennyi kíváncsi lovat, aki ennyire kíváncsi a podgyászforgatásra, még nem is láttunk. Mögöttünk, mellettünk az anyakancák láthatóak, amelyek most is a jövő generációit hordják a szívük alatt. Nem sokára az idei első csikók is kikerülnek a legelőre, és velük fognak vágtázni. A volt grófi ménistáló 1860-ban épült Szilvásváradon. Ma is itt láthatóak a ménes legszebb apa állatai. Itt is kigyönyörködjük magunkat a podgyásszal, aztán búcsúzunk a lovaktól, megyünk tovább a környék kedvelt kiránduló helyére. A két lovunk lassan bandukol a hegyen fölfelé, a Szalajka völgyben járunk, csobogó patakok és napfényben csillogó tavak között.
Érdemes itt az oldalvonala mentén azért kicsit megerősíteni ezt a bevágást, ahogy a hallnál, és a bordáknál még egy icipicit így srég van, lehet hallani, ahogy recseg benne a kés, végig húzni. Lovainkat közben szélnek eresztettük, éppen sült, füstölt pisztrángot kóstolunk, mindjárt mutatunk belőle többet is, csak előtte még szétnézünk itt a völgyben megbúvó pisztráng telepen, ahol a Szalajka patak vizének egy részét medencékbe gyűjtik, azokban cseperednek a kis pisztrángok. Ilyenkor tavasszal bőszen csobogó errefelé a patak vonalában, felfelé egy másik pisztráng telep is van. Ebben a kőházban egy mondjuk úgy pisztráng óvoda működik. Itt kelnek ki az ikrából és töltik életük korai szakaszát az úgynevezett keltető edényekben az újszülött kis pisztrángok. Tippeld meg, mennyi halad van ott. Hát én ezt pontosan kell, hogy tudjam, tehát ezt, hogyha tippelnék, akkor az elég ér, aztán ne. Ez egészen pontosan 140 ezer darab. Na most jó, plusz minusz 5 ezer lehet. A pisztráng ugye szokták mondani, és hát így is van, ugye az erdőhala, tehát az erdőben fakadó források, azok meg közismerten, hogy az ivóvíz tisztaságúak, tehát nem olyan nehéz itt azért ezt a vizet nekik biztosítani. Gondosan összeállított táplálékkal etetik itt az apró halakat, majd amikor eléggé megerősödnek, mehetnek a szabadtéri medencékbe tovább nőni. Kétféle pisztrángot tenyésztünk, sebes pisztráng és a szivárványos pisztráng. Ugye a sebes pisztráng az őshonos, Európában őshonos, itt ugye Magyarországon is értelemszerűen ugye az őshonos pisztráng, ez a patakban is szaporodik, tehát önfenntartó populációja van itt az itt folyó patakokban is. A szivárványos pisztrángot azt ide Szilvásváradra 1958-ban hozták. Hol kell kezdenem az evést? A legfinomabb résznél mindig, mert az első falat úgyis mindig a legfinomabb, tehát az első falatot meg innen érdemes elkezdeni, ahol már megvan nyitva a hal, tehát itt a hasa felől, és érdemes, ahogy mondtam, az emésztést az új beggyel elkezdeni, tehát fölhúzni a bőrét, ami természetesen ugyanúgy, szép. Ugyanúgy ehető a bőre. Bekapom, jó? Egészségedre. Ne is hagyd meg, mert kárba nevesz. Na itt ugye látszik is, hogy borogas. Itt is ugye megmaradnak a csontok a gerincen. Az étkezésre előkészített pisztrángok fél napot sóban állnak, aztán kályhába mennek, ahol saját olajukban sülnek szépen a forró levegőn, legalább 2 órán keresztül. Teli hassal indulunk tovább, felfelé a hegyen követjük a patakot, ami látványos formákban tör utat magának a völgy felé. Balra nézek víz, jobbra nézek víz, itt mindenhol víz van, honnan van itt ennyi víz? Hát főleg ilyenkor tavasszal, óvadás utáni időben, ilyenkor mindenhonnan folyik a víz. Természetesen ugye mögöttünk van egy nagy hegység, a Bükkfensík, egy csodálatos hely, ami Mészkőhegység, ugye tudjuk, hogy a Mészkőhegység karst terület, tehát a Mészkőhegység az arról nevezetes, hogy nincsenek rajta fönt patakok.
ezek a lehulló csapadék, ez mind barlangokon keresztül jön le, és itt a völgytalpakon a forrásokból tör a felszínre, úgyhogy ezt láthatjuk itt magunk körül. A mészkőbe mozgó víz a felszín alatt hatalmas barlangrendszereket formál, bár leginkább láthatatlanok, ilyen barlangokkal tele van a környék. Ez a sziklaforrás is egy ilyenből tör elő. Itt ez mögöttünk egy most jelenleg 120 méter hosszan ismert barlang, de a végén egy nagy omladékból jön ki a víz. Tehát hogyha ott lenne arra erő és energia, hogy azt az omladékot elszedjük, kihozzuk a felszínre még, akkor még ki tudja, hogy meddig tudnánk jutni. A fátyol vízeséshez közeli erdei múzeum az egykor itt élő emberek életét, munkáját mutatja be, a hámorok, huták világát, ahol az élet a fára és a vízre épült. Ez az úgynevezett fa xilofon, melyik fának milyen hangja van, a bükknek nagyon jó kis hangja van, ilyen. A különleges módon alázúduló patak itt is egy hatalmas rejtett barlangrendszer után ömlik a szabadba. A vízéből lerakott mészkő egy részének köszönhetően lett ilyen látványos, teraszos folyású. Környéken ezen túl is akad még jó pár látnivaló. Például a kisvasút, ami, amikor nincs egészségügyi korlátozás, vígan zakatol az erdőben, kirándulók tucatjait viszi a lombok alatt. De mese szép a közeli kilátó is, környezete bármilyen évszak legyen, lenyűgöző látványt nyújt. A szilvásváradi református kerektemplom amellett, hogy látványos és a település egyik fő szimbóluma, kalandos a története is. Aki erre jár, mindenképpen nézzen utána. Wonder what could be. It's not a case of needing more or wanting to be free. Mivel a környék eléggé kedvelt kirándulóhely, nem meglepő, hogy Szilvásvára tele van jobbnál jobb szállásokkal. A településen töltjük az éjszakát a podgyásszal, jókat eszünk, iszunk, aludtunk is egy hatalmasat, aztán megyünk is új kalandok, felfedezések felé. She'll be wearing out my shoes. What I need is here now. That's what's good for me. Keep me always guessing. Call me unexpectedly. Szilvásvárad már mögöttünk, Szarvaskő előttünk, illetve most onnan is távolabb megyünk, hóvirágot keresünk Nahócki László erdésszel. Jöjjenek egy kicsit most közelebb a podgyásznézők, íme a hóvirág, a bükki erdők első virága. Ahogy keresztül fúrja magát a még félig fagyott talajon, ez már azt jelenti, hogy vége a télnek. Let the music play, 'cause I just wanna dance this night away. Here, right here, that's where I'm gonna stay. All night long. Yeah.
A terepjáróval egyre jobban befelé és felfelé haladunk a bükkben. Eltűnnek a hóvirágok, itt még barátságtalanabb, hűvösebb arcát mutatja a természet és az időjárás. Nem messze járunk Szarvaskőtől, a Gilitka kápolnához tartunk. A monda szerint, amikor 1200-as években második Gilit püspök itt ezen az útvonalon ment, akkor a hintó hirtelen megállt. Ugye a lovaknak van egy ilyen tulajdonság, hogy megérzik, hogy valami be fog következni. És hogy megállt, egy hatalmas nagy bükkfa ledőlt jobbra, és a püspök kiszállt, nem tudta, hogy mi történt. És akkor odament, és látta, hogy a bükkfának a tövénél egy Szent Anna kép helyezkedik el, azt látta meg. És akkor úgy gondolta, hogy ezen a helyen egy kápolnát kell építetni Szent Anna tiszteletére. És így is lett, a kápolnát néhány éve újították fel, a kirándulók búcsújáró kedvelt úti célja. A közelben ered a hasonló nevű Gilitka forrás, egyesek talán a kápolna közelsége miatt vizének különleges erőt tulajdonítanak. A kápolnától nem messze áll egy hatalmas fa, az úgynevezett bábafa. Szintén a régi kereskedelmi útvonal mentén él, a monda szerint egy asszony alatta szülte meg gyermekét. Annak a tövébe került sor a szülésre, és innentől kapta ez a hely a nevet, hogy bábafa, és mai napig is nagyon sokan járnak ide ki, akiknek nincs gyerkőc, egyebek, akik eljönnek ide, és itt egy imát mondanak, illetve próbálnak fohászkodni, és általában össze is jön nekik, ahogy láttuk a kisköveket, ajándéköveket hoztak, hogy amikor a gyerkőc megszületett, akkor már elhelyezik utána, és egy ilyen kis köszönet nyilvánítást fejeznek ki. Az erdőből mesés panorámájú helyeken át közelítjük meg a Szarvaskői várat, amiből mára nem sok maradt, de a kilátás azért innen is pazar a környék hegyeire, a falura. Azért hallod, Laci, ide egy várat fölrakni, gyönyörű a látvány. De ott belegondolni, ez mekkora meló lehetett? Hát 1295-ben nem gondolkodtak ezen nagyon, tehát meg kellett csinálni. Negyedik Béla rendelte el a vár építését, és ezt is szintén második Gilit püspök csinálta, Gilitka kápolna is szintén az ő nevéhez kötődik. Utána mindig, hogy is mondjam, az egri érsekséghez tartozott, és rengeteg püspök, érseknek a uradalma volt ez, illetve a saját kis rezidenciája. Többek között pár nevet említenék, Telekesi, Este Hipolit, akkor nagyon sok Rákóczi Ferenc is megfordult itt többek között ebbe a várba. De látszik, hogy mi maradt belőle. A jövő terve, hogy a várat feltárják, majd ezután egy olyan számítógépes animációt hozzanak létre, amivel bárki virtuálisan bejárhatja az egykor itt állt épületet. Kívül, belül. A természetjárás speciális formája a terepfutás, ilyet nem mutattunk a podgyászban, eddig a pillanatig. Az ötlet egyébként jó, nekünk is bejön, adott idő alatt ugyanis nagyobb területet járunk be, és még sportolunk is. Ráadásul még emlékérem is jár érte. Hát indult ez valamikor egyszerű folyókúraként, aztán szerelem lett belőle, ahogy kikerültem az aszfaltos járdáról, kipróbáltam magam az erdőben, és teljesen más élményt ad, aztán ugye, hogy jött a egyre jobb edzettségi állapot, úgy jött az, hogy egyre hosszabb táv is. K
Kriszta ma már egyszerre akár 50-nél is több kilométert fut erdei terepen. Futóköreit feltölti a telefonján az internetre, amit így mások is megfuthatnak. Javasolni lehet a többieknek egy-egy szép pontot, megállót is a nagy rohanásban, mint például ezt a Szarvaskő feletti akasztódombot. Számomra az élmény és a legtöbb terepfutónak is az élmény a fontos ebben. Persze megvan az a réteg, akik olyan képességekkel bírnak, akiknek tényleg a teljesítmény is, de biztos vagyok benne, hogy a hétköznapi futásaikon ők is ott, ahol szép belesétálnak, megnézik, megölelik a fát, mert az kell. Szarvaskő picike és aranyos, a faluban úton útfélen belebotlunk a csipkebogyó termés és virágának ábrázolásaiba. A növénynek még fesztiválja is van itt ősszel. Készül belőle pálinka, lekvár. Mi most a helyi asszonyok által felfűtött kemencénél csörögefánka leszük. Elég? Nem. Nem? Megyek még rá? Még persze, jó. Hát hadd csúszom. Na. Úgy szoktuk csinálni, hogy megfőzzük üstbe, ha egy tételbe csináljuk, utána van egy törő, összetörjük. És én szoktam csinálni a magját, mert ennek van magja. Utána, amikor megvan a mag, utána meg csinálja a menyen, a szitán. A csörögefánkot errefelé herőcének mondják, a fonott kalács az maradt fonott kalács. Ha már itt a kemence befűtve, azt is gyúrunk Angélával. Megsöndörgetem így. Na, elég ez ilyen rövidre szerintem. Meg persze, megcsináljuk abból. Tessék. Hát ez még húzol. Jó, én meg ezt húzogatom egy kicsit. Hogy húzogatom. Hát ezt nem söndörgetjük, hanem húzogatjuk. Húzzuk, mondjuk. Tehát ezt össze kell nyomkodni. Igen, és utána meg befonjuk. Jó. Ezt ide veszi, ezt oda veszi. Angélád, ne ilyen gyorsan. Nem gyorsan, de szorosan. Úgy, nagyon jó, nagyon jó, ügyes. A rovat együttműködő partnere a Magyar Turisztikai Ügynökség. Finom ez a csipkelekvár, igen. Igen. Ezzel búcsúzik a podgyász, pontosabban az itteni pálinkának azzal a pár sorával, ami a végén van. Szúr a tüske, sajga kezem, megkönnyezem, mikor szedem. Csipke Rózsi eldönte, lekvár lészen belőle, de közben nyúlt a végzett keze, megerjedt a bogyóleve. Mindenkinek szép hétvégét, ott vagyunk a Facebookon, YouTube-on, nézzenek minket, jövő héten újra jövünk, viszlát!